Üdvözlök, ismételem mindenkit! Most egy Gigabyte GA 3800-as NS alaplapra és egy Kingston Data Transfer 3.0-as flash-re rá lesz telepítve egy OpenSUSE hosszan támogatott stabil verzió. Látszik, hogy elvégeztem a telepítő másolását flash-re a Rufus program segítségével, most elindítom, és most el fog indulni a SUSE-nak a telepítője. Nincsen live mód benne. Nincsen? Vagy van? Nincs. Ki lehet választani a nyelvet az F2 iránytűzés segítségével. És lehet haladni vele. Mik is van benne, meg mi nincsenek. Van videómód. Kezd valószínű benne milyen kernel legyen. Drivert is. Az F6-a. Hozzá lehet adni. Linkelni lehet rajta. Akkor el kell indítani a telepítőt. Tűfát. És látni lehet asztalt, hogy tölti be a kernelt. Betöltöttem el. OpenSUSE. Dump livid. Dump livid. Verzió. Dump livid. Verzió klámbá. És itten le fogja majd tölteni. Betölti. Majd egy Kingston 16 GB-os flash-re rá lesz telepítve az egész disztró. Ha rá fog férni, nem biztos. Eddig még nem próbáltam nagyon ki az OpenSUSE-kat. Emletileg stabilabbak, mint a Mintek, mint az Ubuntuk, mint a Debianok. Megmondta a Linuxnak az alkotója is, hogy nem Debiant kell, hanem RPMS csomagkezelős verziókat kell. Ami szerintem jobb, ki fog derülni, hogy melyre fog jó lenni. El fog indulni a telepítő. Ki lehet nézni, hogy mik is vannak rajta. Szászaszékon van, egyik rész neki. Kiderül a következő lépés van. Mik is fognak következni rajta? Most lehet bejtani a nyelvet rajta, milyen nyelvű legyen, milyen legyen a keyword, legyen angol, viszont át lehet állítani magyarra, németre, oroszra,
kínaira, japánra, minden féle nyelvre még. El kell fogadni. Ha szeretek adványán helyek, kapja majd a rendszer a frissítéseket, alkalmazásokat, egyéb másokat. Hozzá! Várni kell vele. Nézd ki, hogy az internetről szedi le az adatokat, és tovább fog neki tartani. És itt van a lehetőségek. Hogy milyen masszai környezetet lehet kiválasztani. Van ez a DevScope, GNMO, XFC. Server. És nincs sem benne, máskor volt az is, hogy... szerveres verzió. XFC, eh? Vagy GNMO, van ez a generic, nem tudom milyen. Milyen fog lenni a rendszer? Majd ki fog derülni? Nem nagyon 5 éves képe van, hogy 6 éves az XFCS. Az, hogy környezetre kellett volna rámenni, mert az olyan
nem grafikus felületen nem megterhe a rendszert. Szóval akkor itt ki kell választani expert. Le kell törülni. Lesz négy. No point. Ennyi. Elindul a telepítése neki. A rendszernek ideig is fog neki tartani, hogy fel fogja tölteni a ki lehet választani, hogy hol is. Vagy ki lehet automatikusan felhasználni át lehet adni a gépnek. Egyszerű kódot lehet most adni, azt utólag meg lehet majd változtatni. Egyszerű. Ajánlatos olyan jelszavat megadni, ami tartalmaz speciális karaktereket, nagy betűket, kicsi számokat, kicsi betűket, számokat, és annyi, meg van oldva a probléma. Be lehet lepíteni a rendszert. És települ! Addig át lehet olvasni a relás-e számot, majd mégsem. Várni kell vele! Hogy feltelepüljön. Az itt úgy van mutatva, fel lehet tölteni, valósában a flash-en van rajta, és onnan át másolja. Hát a képeket, a fájlokat.
látni, hogy másolja a képeket, és fontosabb a OpenSUSE rendszeren. Hát az OpenSUSE eredetileg nem volt Open, hanem volt a SUSE Enterprise, annak az ingyenes verziója, azért Open, mert ingyen van. És van ez a rendes verzió, ez a SUSE Enterprise, arról híres ilyen hálózatokat üzemeltetnek, biztonsági hálózatokat. Szerbiában a rendőrségen ilyenek szoktak lenni, nem OpenSUSE-k, hanem SUSE Enterprise-ak. Ilyen rendőrségnek szerverként azok van a berakva, és a cég ilyen szervereket működtetnek, gépeket kötnek össze, egyéb más szolgáltatásaik vannak. Ez ami itt van, ez egy ingyenes tehát verzió, felhasználóknak semmi extra funkciót nem adnak, se biztonságot, se egyéb más mindent vele. Ilyen előre telepített hálózatbeállítások, nem, mindent saját kezüleg manuálisan kell állítogatni rajta, sem annak ilyen javításokat, patch-ekhez, ilyen drivereket, ilyen eszközökhöz, meghajtókhoz, azért külön kell fizetni a cégnek. A cég azt hiszem, Németországban van, be vannak tartva a törvények, ott a szokás szerint nincsenek rajta a kódekek, amik le tudják játszani az MP4-et, meg az AVI videókat, ezt a legelsőnek rá kell majd telepíteni. Egyszerűen nincsen rajta, azért, mert nem szabad Németországban tilos MP4-et vagy AVI-t lejátszani rajta, meg az interneten is tilos megnézni a filmeket, mert azt élvezik, hogy büntetni lehet valakit. Ahova felültek ezek a germán törzsök, le nem hiába mindig vesztettek, veszíteni is fogtak, azok is vesztesek. Hát, röviden ennyi az OpenSUSE-nak a bemutatója volt, és mostanában ez fel fog lenni egy 16 GB-os flash-en, ami majd ki lesznek próbálgatva alkalmazások rajta. Komolyabban, nem olyanira komolyan. Más is lehet csinálni rajta, nem csak alkalmazásokat, mire is jó ez a rendszer. Például távol valamit irányítani vele, eszközöket elérni, szerverket nyitni vele, oldalakat csinálni, mindent lehet vele kihozni. Ezt kell kicsit jobban érteni hozzá. Eléggé stabil elméletileg ki fog derülni. Mennyire is az? Mennyire nem? Nézd, hogy várni kell fel, hogy feltelepüljön. Ellenben egy Ubuntu olyan 1,5 gigabájt szokott lenni. Ellenben ez meg teli DVD-t telepít fel a rendszerre, nem ilyen megcsonkított Ubuntu minimálos telepítők, hanem ez fullosan. Amik vannak, fontosabb csomagok, mindent fel fogja rakni rá rendszerre. Ez egy ilyen lassan neki. Majd folyton be fogja fejezni. Pár idő után. Addig is el lehet gondolkozni azon, miért is érdemes ezt az OpenSUSE-t napi szinten munkát dolgozni rajta, nem olyan szorakozni, hogy mit is tud kihozni belőle egy átlagos, Microsoftos felhasználó. Azért van csak a Microsoft elterjedve, mert a Microsoft már óvodáskortól. Már rá tudta erőszakoltatni, már olyan 4 éves vagy 5 évese, hogy a Microsoftos termék a jó. Ami szerintem ez erőszak. Szakot alkalmaztak.
Szépen lassan be fogja fejezni. Mostan, mit is lehet majd kihozni ebbe a rendszerből? Mennyire is stabilabb? Erről nem tudom még. Ki fog majd terülni? Mire is képesen, mire is ne. Időben telik neki, hogy felmásolja mindent rá, amik szükségesek, és itt van. Egy 16 GB-os flash-em. Létre lett hozva egy rendszer, amit minden számítógépen be lehet buttolni. És meg kell nyomni bekapcsolásra az F11-et, vagy az F12-t, és már is már mindenhol meg lehet oldani. Mindent meg lehet látni rajta. Minden. Minden meg lehet oldani. Mindent. Problémát. Amit csak lehet. És önnek csak annyit kell tennie. Megfogja. Bírja egy keresőbe. Böngészőn át egy keresőbe. Ami. Nem más lehetne. Google Chrome, Vivaldi, Palemon, Firefox, vagy mások. Bírja a keresőbe azt, hogy OpenSUSE. És az OpenSUSE-t megfogja és letölti. Több verzió van. Van a stabil, meg van a tesztelés. A stabil az a Tumbleweed. A másik, ami nem hosszú, az meg a Leap verzió. Megfogja, letölti, Rufus program segítségével kirassa egy üres flash-re, majd bebuttolja a gépbe, kiválaszt egy másik flash-re, rátelepíti, és megvan a hordozható és ebbe egy Linux operációs rendszer. És akkor itt van, meglátszódik az. Eléggé lassúnak tűnik a telepítője neki. Nem fél óra alatt be fogja fejezni, addig is. Ott lehet hagyni a számítógépet, elmegy, csak valamit, munkát, dolgozik, fél órát, és akkor be fogja majd fejezni. De nem fog tévét nézni. Maga a tévénézés az káros. Hatásai vannak neki. Károsabb, mint hogy interneten csinálnak valamit, de nem ottan fel, nem ilyen filmeket, sorozatokat nézeget, hanem az agyát fejleszteni. Az agyat fejleszteni kell. Nem pedig filmeket, sorozatokat nézni. Mind-mind manipuláltatási eszköz. Tényező. Ezért van az a Linux Flash. Több minden van rajta. Izgalmasabbak. Itt folyton egy rendszer, a Microsoft Softos, Windows 10, meg egyéb más. Csak az egy verzió van. Ottan. Több nincsen. És ki lehet válogatni, hogy mi is legyen, meg mik is ne. Most éppenséggel telepíti a kernel 5.5.4-eset. Fel a rendszerre. Az a rendszer majd el fog indulni. Be fog majd buttolni. Be fogja tölteni. És ki fog derülni, hogy milyen gyors fog lenni. Általában egy Ubuntu ideje 1 perc alatt elindul rajta egy böngésző. Így más minden, és akkor így, még amúgy.
vissza az UPSUSZI rendszerre. Eddig még nem. Nagyon lett. Kipróbáltam egy pár szó, 1C, 2C régebbi verziókat, ahol volt még LXQT asztali környezet, LXDS volt valójában, és ottan letett vele kicsikét. Letett vele. Én csinálni? Jó emlékszek, akkor voltak ilyen problémák, hogy nem lehetett rajta nézni MP4-eket, AVI fájlokat, be voltak tömörítve. Szerintem most már azok a hibák lettek javítva. Több csomagkezelő lett azóta már. Jobban terjedjen. Ha nem, akkor nem baj az. Úgy sem kell folyton filmeket, sorozatokat, multimédiás tartalmakat nézegetni, mert megárt az ajnak. Helyette futkározni, ciglizni, vagy más testedzést végrehajtani, még nagyobb izomzatra lehet szerezni, szertenni, nem pedig úgy, hogy megfogja, és nem ész, lefekszesz, és alszol, közben nézed a tévét. Nem alszol, hanem a szemedet farasztod a tévé nézéssel. Vagy például a telefonon nézed a multimédiás tartalmakat. Mindent lehet tenni. És most ez a rendszer nem soká be lesz fejezve az a telepítő. Jó hosszan, reális sűr legyen a videó. Meddig is tart egy gigabyte GA 3800NS alaplapon, amiben be van integráltatva egy 4 magos, 1,3 GHz-es processzor, videókártya is integrált benne. Meg egy Kingston 16 GB-os testre van telepítve rá az OpenSUSE Thumbfeed verzió. Most telepíti fel a AMD és grafikus meghajtónak a telepítőjét. És itt már mindjárt meg is fog látszulni. Nem sokább be fogja fejezni. Telepítést! Kell olyan fél órája, tart már! És most képzeljék el aztat, hogy fél óra alatt mit is lehetett volna tenni mostan. Nem itt nézném a videóba a telepítést, hanem csinálnák valamit. És el lehet gondolkozni rajta. Nem gondolkozni kell. Nem a jelent kell nézni, hanem múltat és a jövőt. Hiába nézed a jelent, a jelentben nem sokat lehet elérni. Ezért kell nézni még a jövőt, meg a múltat. És el lehet azon is tűnődni. Minek kell tűnődni? Mindené harcolni. Küzdeni kell. Nem pedig olyan multimédiás tartalmakat nézegetni, amit betanított emberek tumáját nézed, hogy mit is csinálnak. Elhitetik a virtuális ügymegy minden. Ezzel ellen tenni kell. Önnek anya dolga megfogja
nem néz semmilyen filmet, se sorozatot, se egyéb más mindent. És higgy el, hogy egészségesebb fog lenni. Az helyett még többet dolgozik. De olyan munkát végez, amit ön akar. Ha ön, ha nem merész, akkor dolgozhat a napi 16 óra hosszát, hogy vegyen egy Samsung S10-et, ami részletekben miatt fizetni ki. Ha ön szerint, hogyha az való önnek, akkor folytassa nyugodtan, 12-16 óra hosszát ledolgozik, aztán alszik, maradon egy-két nap szabad, akkor meg elissza, nézi nagyba a filmet, de nem, önnek nem az való. Ön tudja azt, olyan munkát, úgy kifeleszi az agyát, hogy kapja a pénzt. Hogy nem más néz, hanem önt nézik mások. Na, szóval megvolt a telepítője neki, befejeződött. És most el fog indulni a rendszer. Köszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a videó, remélem, hogy önöknek tetszett. Szevasztok! Kicsit látni lehet, hogy fog bebuttolni, aztán vége fog érni a videónak. Mi is történt meg eddig, még nem. Úgy töltődik be kb. Mint a Microsoftos jel, ami van. Pen. Be fog töltődni a rendszer. Köszönöm a figyelmeteket, ismétem, szevasztok!